Dobrý večer. Jó estét. Ma egy különleges témánk van. Večeras imamo jednu posebnu temu. Vizes kezelések otthonra. Znači hidroterapija, znači terapija vodom koju možemo kući da primenimo. Olyan kezelések, amik mi magunk is megtehetünk. Znači to su terapije koje mi možemo sami da uradimo kući. A természetes gyógymódok rendkívül hatékonyak. Znači prirodni načini lečenja su izuzetno efikasni. Mindenki számára elérhetőek. Znači za svakoga su pristupačni. Könnyen be lehet tervezni. Znači lako možemo da uvrstimo naš svakodnevni program. Mi ezeket használjunk hétköznap. Mi to koristimo u toku nedelje. Olcsó. Jeftini su. Hideg víz, meleg víz, egy-két lavor. Hladna voda, vruća voda, jedan veći lavor. És rendkívül hatékony. I izuzetno je efikasna. A vizet nagyon jó, hogyha külsőleg használjuk. Jako je važno da vodu iz polja koristimo. Hiszen a bőrünk tele van különböző kis pórusokkal. Jer je naša koža svuda puna pora. És hogyha víz éri, akkor ki tudjuk tisztítani. Jako koža sa u dodiru sa vodom, onda se one čiste. Amikor fürdünk. Kada se kupamo. Akkor mindenki fürdővel a pórusokat kitisztítjuk. Kada se kupamo, znači onda svakoga dana čistimo te pore. Tehát fontos a mosakodás. Važno da se umivamo. De ennél fontosabb maga a gyógyászat, amit tudunk tenni. Ali je jako važno, znači pored kupanja, da koristimo i ove lekovite terapije. A mosás és a napfénytörő történő szárítás is nagyon fontos a ruháinknak. Znači jako je važno da peremo naš veš i da se on suši na suncu. De a tisztítás mellett nagyon fontos a vízgyógyászat, a hidroterápia. Jako je, znači pored svih ovih upotreba vode i ova hidroterapija. Amikor betegeket gyógyítunk a hidroterapiával. Kada bolesne lečimo hidroterapijom. Sebeket, fertőzéseket. Kada lečimo rane, neke upale. Nincs mellékhatás. Nema sporednog dejstva. Könnyen alkalmazható. Lako možemo da ih primenimo. Nem tartalmaz semmilyen mérgező anyagot. Znači ne sadrže nikakve otrovne materije. Nem úgy, mint a gyógyszerek. Ne tako kao lekovi. Mindig semlegesíti a mérgeket a folyadék. Znači uvek neutrališe otrove u našem telu. Már Hippokratész is felfedezte, hogy milyen fontos a vízgyógyászat. I Hipokrat je već otkrio koliko je važna upotreba vode. A régi rómaiak fürdőket építettek a vízgyógyászat érdekében. Znači Rimljani su gradili kupaonice u cilju znači ovih vodenih terapija. Egyiptomban, Babiloniában, görögök, rómaiak mind fürdöttek. U Egiptu, Babilonu, Gréci, Rimljani, svi su se kupali. És gyógyításra van szó, nem sima fürdésről. Znači to su bile lekovita kupanja, znači ne samo da se očiste. Sebastian Knep, atya. Znači, otac Sebastian Knep. Jó, hidroterapiának az atya. On je, znači, zasnivač hidroterapije. Aki először kezdett el újra vízgyógyászatot gyógyítani. On je ponovo počeo da koristi tu hidroterapiju kao način lečenja. Amerika volt egy sanatorium Battle Creek. U Americi je bio jedan sanatorium Battle Creek. 100 évvel ezelőtt. Pre 100 godina. Ilyen gyönyörű kastélyban. Znači bio je to jedan predivan zamak. Dr. John Harvey Kellogg volt ennek a vezetője. Znači vođa je bio Dr. John Harvey Kellogg. Tele volt energiával. On je bio pun energije. Rengeteg találmánya volt. On je imao puno izuma u toku svog života. Amikor biciklizett. Kada je vozio biciklu. Közben futott mellett a titkára és diktálta a könyveket. Znači pored njega je trčao njegov sekretar i on mu je tako diktirao knjige. Rengeteg könyvet írt. On je napisao jako mnogo knjiga. A neve nem ismerős egy kicsit? Da li vam je ovo ime poznato? Ők találtak fel a Kellogg Cornflakes a testvérével. Znači on je sa svojim bratom pronašao ove Kellogg's pahuljice. Már akkor ezer alkalmazottja volt ennek a kórháznak. Znači već tada je ovaj sanatorium imao hiljade zaposlenih. Vizgyógyászattal, tornával. Znači vodena terapija, vežbe. Levegő napfény terápiával kezelték az embereket. Znači terapija vazduhom, terapija suncem. A vízhez van egy magyar érdekesség is. Vezano za vodu ima jedna zanimljivost u Mađarskoj. Szemelvesz Ignác volt az első orvos, aki bevezette, hogy a pacienseket mosni kell, és orvos is mossa a kezét. Szemelvesz Ignác je bio taj koji je uveo da lekari treba da peru ruke i da se pacijenti kupaju. Nagyon sok hölgyet mentett meg a szülés után. Znači mnogo žena je spasio posle poređaja, znači s time što je uveo ovaj način. Hogyan használjuk a vizet? Kako možemo da koristimo vodu? Letnek fürdők, borogatások. Znači to mogu biti znači kupanje, znači kupke, obloge. Jeges borogatás. Hladni oblozi. Irigálások, pakolások. Znači pakovanja. Dörzsölés, masszírozás vagy gőzkezelés. Znači trljanje, masziranje ili znači terapija parom. Mindig lényeges az, hogy akin hajtjuk végre a kezelést, az jól érezze magát. Znači, jako je važno da onaj koji učestvuje u ovoj terapiji da se dobro osjeća. Fontos, hogy a kezeléseket mindig legalább
fél órával étkezés után végezzük el. Jako je važno da ove terapije praktikujemo pola sata posle jela. Tehát nem szabad közvetlenül utána végezni. Znači ne sme se odmah posle jela praktikovati. Ha valakit kezelek, az soha ne érje hideg. Znači onaj koji je, znači prima ovakve terapije ne sme da bude na hladnom mestu. Mindig kelemes hőmérsékleten a szobában. Znači treba da bude jedna prijatna temperatura u sobi. Először egy forró lábfürdőt szeretnék megmutatni. Sada bih vam voleli prikazati jednu toplu kupku na nogama. Nagyon sok haszna van. Ima jako puno pozitivnih stvari u vezi ovoga. Kell hozzá egy kis forró víz. Treba nam topla voda. Jó. Olyan forró, amit még ő majd kényelmesen is. Znači, te temperature treba da bude, znači, da se može izdržati, da bude dosta prijatna. Toliko tople vode stavimo. Neki ne kinjemešan ju uleđen. Nemoj još staviti, stipat će tiho. Znači da bude njoj ugodno. Sada može staviti. Znači stavit će noge u toplu vodu. Kinjemešan u tuda meleg sobavan. Tamo sedi udobno u toploj sobi. Funke i vaštog eroš plide. Uzmimo jedno debelo toplo ćebe. I cijelo telo pokrivamo. Znači ona je potpuno pokrivena. Da li je dosta dobra to voda? Znači može se ona slobodno opustiti. Mogli smo joj pustiti neku ugodnu muziku. Malo Mozarta da se malo opusti još. Ako je suviše topla voda, mogli bi staviti hladnu oblogu na čelo. Topla voda na noge. Znači hladna obloga na čelo. Znači vene i znači svi krvni sudovi se opuštaju i podstiče se cirkulacija. Znači ona će sedeti tu jedno 10 minuta, mi ćemo slušati dalje predavanje. Olcsó egyszerű. Jeftino i jednostavno. Enyhíti a fejfájást. Znači to ublažava glavobolju. Akinek migrénes fejfájása van, elég csak egy meleg vízbe beülni. Ko ima migrénozne glavobolje, dovoljno je da ovu terapiju sprovede. Hogyha valaki megvan fázva, akkor segíti a verejtékezést. Ako je znači neko prehladjen, pomoći će da mu se očiste disani putavi. Megelőzi a hasi fájdalmakat, megszünteti. Znači ublažava, znači stomačne tegobe. Menstruációs időszakban nagyon jó segíti hölgyeknek a folyamat elindítását. Znači u toku menstruácie ovaj postupak znači podpomaže da se ubrza ciklus. Hogyha valaki inzulin függő, akkor róla kell persze figyelni, hogy nem szabad túl meleg vízbe ültetni. Znači ako neko prima insulin, znači treba se obratiti pažnja da ova voda ne bude suviše topla. Tehát látjuk egy lavor. Jedan lavor. Egy kancsó meleg víz, egy lepedő, egy törölköző. Znači topla voda, znači jedno ćebe. És egy kis jeges víz esetleg a végén a homlokára. Znači možda na kraju malo ledene obloge na čelo. És nagyon jól működik a dolog. Jako dobro funkcioniše ova stvar. Teljesen elazi, csökkenti a fáradtságot. Znači potpuno se telo opusti, znači smanjuje se umor. Hogyha valaki áthűlt esetleg valami hideg kapcsán. Možda je neko se prehladio jer je bio dugo na hladnom. Például elkap egy hideg eső. Znači uhvati nas jedna hladna kiša. És akkor hazamegyek. Onda ja odem kući. Beülök egy ilyen meleg vízbe. Uzmem jednu ovakvu kupku za noge. Lábamon keresztül jön fel a meleg. Kroz noge dolazi toplota gore u telo. Ott vagyok a puha plétbe. Tamo sam umotan u toplo ćebe. Teljesen elúzolok tőle, és felmelegszek tőle. Znači potpuno se opustim i ugrejem. A következő kezelés. Sledeća terapija. Amikor a gyermekek megvannak fázva. Kada su deca prehlađena. Meghűltek. Kada su, znači, bili su dugo na hladnom. Oda neka čaphoz. Idem kod Slavine. Iš hideg vizbe. Megasta to kiči to. Znači, u hladnoj vodi pokvasim maramicu. Ešte lepak si kod jerme. I dete uveče legne da spava. I je homlokarno ratno sem. Znači, ovde stavim tu maramicu. Znači, stavim na oči i ostavim da spava dete. Znači, i jure toče meni igre. I jedan sat tako neka provede.
Znači, ono će rashladiti, pomoći će da se očiste disani putevi. Da, inako torka faj. Znači, dini bole grlo. Gdje maš njim koja to obazni? Znači, uzet ćemo, znači, isto oblogu. I daj bi da žepenju. Znači, hladna maramica. Možeš slobodno da uhvatiš maramicu. Znači, stavimo na vrat. Ok, puhate ruke. Uzimam jedan mekani peškir. Kje ti šta bi obledaš? Znači, da imamo manji peškir, bilo bi praktičnije, ali kući sigurno da imate manji peškir. Znači, dobro ćemo je umotati. Jako dobro izgleda ovako. Znači, obloga je hladna. Znači, za 10 minuta će ona da preuzme telesnu temperaturu. Znači, cijelu noć držimo ovu oblogu. Znači, potpuno će se moći očistiti ova služ što je tu. Znači, Dina može ovako da sedi. Moj mi visetirim koza. Vratit ćemo se na nju kasnije. Kivala mođa, hoj ljudića, a turok problemakot. To je izuzetan način da reši probleme sa grlom. Egisem kiši djereke ke leto okamazni. I to možemo praktikovati na sasvim maloj deci. Ispe se felio takniliš. Kao i kod odraslih. Legyen ott mert egy zsebkendő, hogyha majd elindul a váladékozás. Neka tamo bude pripremljena maramica, ako počne da se čiste disani putevi, da možemo koristiti. Ordogulás. Meg most jön a váltófürdő. Sada ćemo isprobati na izmeničnu kupku. Sada ćemo zamoliti Čika Đuru da dođe. Hideg meleg váltófürdő. Znači, to će biti kupka, znači prvo u toploj, pa onda u hladnoj vodi. Uzamo meleg vizet. Donosimo vruću vodu. Olyan forró legyen, hogy még el tudok kényelmesen viselni. Znači, to mora te temperature da bude, da ja još mogu to da komotno podnesem. Egy melegen tartom érdemes ide hozni a vizet, hogy tartsa a hűtőben. Znači, dobro je držati vodu u termostatu da se održi temperatura. Olyan, hogy még el tudok viselni. Znači, takva temperatura da meni bude još prijatno. És akkor most kérem Dinát. Sad ćemo zamoliti Dinu da pokrene štopericu. Znači, obe noge ćemo staviti u vodu. Znači, štoperica je krenula. Znači, meri 3 minuta. Znači, posle 3 minuta Dina će nam dati jedan signal. Posle ćemo znači, staviti noge u hladnu vodu. Znači, tamo ćemo držati, znači, pola minuta. Nije... Znači, tri minuta u vreloj vodi. Zatim pola minuta u hladnoj vodi. Znači, ako nije dovoljno topla voda, dodajemo još tople vode. Znači, to 4 do 5 puta ponavljamo ovaj postupak. Vruća voda, hladna voda. Da izdrži. Kada to nekoliko puta ponovim, znači, možemo staviti i kocke leda u hladnu vodu. Kada prođe 3 minuta, onda ćete nam javiti. Šte su kato hideg vizda? Inače ćemo staviti u hladnu vodu. Akor amikor normal irsakost iri a viz? Kada znači ova voda dođe u kontakt sa našim venama. A meleg viz hatašaro sere hitagulno. Znači ako su to zdrave vene, znači te vene će se proširiti. Še amikor hideg viz iri? Kada stavimo u hladnu vodu. Akor još se skupio. One će se skupiti. Tak harom per hitagulaš. Znači, 3 minuta da se one prošire. Znači, pola minuta da se one suze. Da se rašire. Da se suze. Tu kao da masira, znači, zidove krvnih sudova. Da li je prošlo 3 minuta? Nije još. Sačekat ćemo, bit ćemo strpljivi. Uvek da bude ispred nas jedna štoperica ili jedan sad da vidimo. Ovu terapiju mogu i sebi da praktikujem, ali je bolje kada nam neko pomaže.
Mindig úgy végezzük a kezelést. I uvek je važno da tako sprovodimo ovu terapiju. Da počnemo sa vrućom vodom. A da završimo uvek sa hladnom. Prošlo je vreme. Megic Percman. Jako dobro. Znači, ide vreme. Znači, vreme ide, znači terapija se sprovodi sama. Ako ne bi završili sa hladnom vodom, i ako bi on naglo ustao, možda bi ga uhvatila nesvestica. Ako završimo sa hladnom vodom, vene se sužavaju, krvni sudovi, i on lepo polako ustane, neće biti nikakvih problema. Ali posle ove terapije preporučuje se jedno pola sata odmora. Tehát nagyon jól lehet felgyógyítani. Znači, jako dobro se može léčiti sa ovom terapijom. A vízkezelés külsőleg a legjobb módja annak, hogy szabályozzuk a vérkeringést. Znači, spoljašnja upotreba vode je najbolji način da podstičemo cirkulaciju. Természetesen... Pola minuta meriš. Naravno. Nem csak lábra lehet alkalmazni. Ovu terapiju ne možemo, znači ne moramo samo na nogama da sprovodimo. Možemo i na rukama. Ugyan, teszem a kádba a vizemet. Isto tako stavim u svoju kádu vodu. Beleteszem a kezemet a meleg vízbe. Stavim ruku u vruću vodu. Obraćam pažnju na vreme. Majd ráteszem a hidegbe. I onda stavljam u hladnu vodu. Akár mind a két kezemet beletehetem. Možemo staviti i obe ruke u isto vreme. A nagyobb lavor, mindegyettő belefér. Ako je veći lavor, onda možemo staviti, znači, što više, što veći deo ruku. Nagyon fontos. Jako je važno. Használható vízfertőzésre. Znači, protiv upala. Izleti gyulladásra. Protiv upala mišića. Bokadagadásra. Kada nam natiču zglobovi na nogama. Izleti sérülésekre is használható. Znači, kada su povređeni mišići i tako dalje. Mindenkire lehet használni ezt a kezelést. Znači, svako može da upotrebljava ovu terapiju. Törésre is. Znači, i za žuljeve. Egy nagyon fontos gyógymód számunkra a hidroterapia. Znači, hidroterapia je jedna jako važna terapija za nas. Tehát látjuk, két lavor. Dva lavora. Egy hideg víz, egy meleg víz, és hozzá ki egy töröl közül. Znači, hladna voda, topla voda i peškiri. Olcsó kezelés? Da li je ovo jeftina terapija? Nagyon egyszerűen tudjuk használni. Hogyha lejárt a... Ide treba súpad. Pola minuta. Ha lejárt az ispert, da li se dobro osjećaš? Super. Ako ju je lakše? Nebe svega. Ne ide tula? Skidamo ovo ćebe. Adok je tjelo kuzet, iš meni kod još, a manje niš tako ide le. Znači, dajemo joj da se obriše i da treba da legne da se malo odmori. Znači, posle ove terapije, znači, ne treba nigde da ide, ali može da večera. Da. Kazališ utam mindig legal fiura pijanja na beteg. Znači, posle ove terapije obavezan je pola satni odmor. Es napközben is megtehetem, csak utána pihenjek egy kicsit mindenképpen. Znači, posle ovoga obavezan odmor. Jo, ljubav tako. Znači, toplo vodi 3 minuta. Haro, peć, vodo, još 5 peć hiljada. Pola minuta u hladnoj vodi. Persze, mindig kell, hogy az edényeket fertőtlenítsem. Znači, uvek je važno da dezinfikujemo ove posude. De nagyon jól segít abban, hogy tudjak gyógyulni. Jako je važno da ozdravim što pre. Budok tamo kezelišnjak, uđeni jeste kezelišt vegrajten. Znači, pokazali smo da ovu terapiju možemo da primenjujemo i na ruke. Az arcüreget is lehet kezelnünk. Naše lice također možemo da... A cilj ugyanaz. Cilj je uvek isti. Ezt valóan szerettem volna bemutatni. Ja sam to teo da prikažem na vladi. Ja nem kaptunk hozzá megfelelő pipát. Znači, nismo nabavili ono što nam je potrebno, znači onu cevčicu da diše. Kétféle módja van a kezelésnek. Dva načina postoji za ovu terapiju. Egyelőtt, amikor látjuk, hogy meleg víz, hideg víz. Topla voda, hladna voda. És a meleg vízbe úgy teszünk bele az arcunkat. I naše lice stavljamo tako u toplu vodu. Hogy a víz. Da voda.
Csak az orcánkat érintse. Da dodiruje samo naše lice. Da sánkon keresztül kapjunk még levegőt. Ali da kroz usta još uvek dobijamo vazduha. Tehát meleg vízbe tesszük az arcunkat, hideg vízbe. Topla voda, hladna voda. Ennek az az előnye, hogy ezt a nyálkahártyát kitisztítja. Znači, ovi sinusi će nam se ovde očistiti. Ennek van egy erősebb változata. Ovo ima jednu jaču variantu, delotvorniju. Van egy erősebb változata. Znači, ima jedna druga varianta. Amikor sokkal növelényt használunk. Kada koristimo mnogo veću posudu. És egy úgynevezett búvár pipát alkalmazunk. Znači, koristimo tú cevčicu za disanje. Ezt a búvár pipát betesszük a beteg szájába. Znači, to stavljamo u usta bolesnika. És teljesen bemeríti arcát a meleg vízbe. Znači, potpuno uroni, znači, glavu pod vodu. Haja is vizes lesz, nem probléma. Znači, kosa da bude mokra, nije problém. És ott hagyjuk végre a kezelést, forró vízzel. Znači, tamo, znači, terapia toplom vodom. Nagyon jól tisztítja a járatokat. Znači, jako čisti ove kanale. És növeli a fehér vérsejteknek a számát. Znači, i povećava se broj belih krevnih zrnaca. Ez a hideg, meleg arcfürdő. Znači, ova, znači, kupka za lice, znači, koja počinje sa toplom, a završava sa hladnom. Növekedik az immunválasz hatására, tehát erősíti az immunrendszerünket. Znači, povećava se naša imuna reakcija, naš imunitet. 3-4 perc forró, és fél egy perc hideg. Znači, 3-4 minuta topla voda, pola minuta hladna voda. És ezt többször megismételjük, és egyre jobban növeljük, znači, a melegnek a hőmérsékletét. Znači, više puta ponavljamo, znači, ali treba da pratimo da se topla voda ne ohladi. Látom, uvek možemo meleg dodati. Meleg és hideg víz van egy-két törölköző, egy buvárpipa, egy-két hőmérővel mérjük a víz hőmérsékletét. Znači, jako su jednostavne stvari koje nam trebaju, znači, topla voda, hladna voda, štoperica, peškiri. De hogyha, ha nem is lenne eszközünk, ali ako ne bi imali sredstava, akkor is használhatjuk a változóanyt. Onda možemo koristiti na izmenično tuširanje. Ami szintén nagyon alkalmas gyógymód. Koje je zaista jedno efikasan način lečenja. Hogy serkentsük a vérkeringést. Da postaknemo cirkulaciju. Milyen érzés? Kakav je osjećaj? Super. Prijatan osjećaj. Bolesnici obično kažu da se jako dobro osjećaju. Znači, potpuno se, znači, oslobode i opuste. Amikor fáradtak vagyunk, nagyon jó kezelést végrehajtani. Ako smo umorni, slobodno možemo da praktikujemo ovakvu terapiju. Sir Alexander Fleming felfedezte, hogy az orrban van egy anyag. Sir Alexander Fleming je ustanovio da u našem nosu postoji jedna takva materija. Egy lizózium nevezetű anyag. Pod nazivom lizozim. És hogyha a garatnak a váladéka savas kémhatású, znači, ako je naš, znači, ovaj sekret što se čisti, znači, kiseo. Ez az anyag tud bennünket védeni a baktériumoktól, a vírusoktól. Znači, onda nas ta materija može zaštititi od bakterije i virusa. És ahhoz, hogy mi savasan tartjuk ezt az orrészt. I da mi držimo ovu sredinu da bude kisela. Nagyon jó a fürdő. Jako je dobro da primenjujemo kupke. Lényeg az, hogy amikor zuhanyfürdőt veszünk. Kada se kupamo. Mindig először meleg fürdővel kezdünk naponta. Znači, uvek počnimo sa toplom vodom. Vegyünk egy forró zuhanyt. Uzmimo, znači, da se tuširamo, znači, sa toplom vodom. Mindig lentről kezdünk a bokától. Znači, uvek počinjemo od naših stopala. Znači, idemo gore prema srcu. Tartunk a homloküregre. Znači, na naše lice, na naš meleget. Nos. Jako dobra, topla voda. Beszaponozom, megfürödtem. Znači, kada sam se nasopunao i okupao. Amikor megvan, akkor átejítom hidegre. Onda prebacim na hladnu vodu. És olyan 30 másodpercig hidege fürdök. Onda se opet kupam 30 sekundi sa hladnom vodom. Hol kezdek? De počinjem? Bokana. Znači, kod naših nogu. Znači, idem prema gore, prema srcu. Znači, prvo samo do kolena. Utána megint visszamegyek a melegre. Onda opet idem na toplu vodu. Jó forró. Jako dobra topla voda. Megyek föl. Idem gore. Utána vissza hidegre. Opet hladna. Megint a bokát jön föl tér, most megyek a szobi. Znači, sada idem, znači, ne samo do kolena, nego do butina. Utána vissza a melegre. Znači, opet topla voda. Megyek föl. Opet skroz do gore. Vissza hidegre. Nazad na hladnu. Most már fővek egész a melkosom. Znači, dođem do grudnog koša sa hladnom vodom. Ami kellemesen jól érzem magam. Sve dok se tako prijatno osjećam. Ezt többször meg tudom ismételni. To više puta mogu da ponovim. 3 perc forró. 3 minuta vrela voda, topla voda. 30-60 másodperc hideg. 30 do 60 sekundi, znači, hladna voda. A melegnél teljesen elúzulunk.
Znači kada je topla voda, onda se potpuno opustimo. A hideg hatása pedig lehűlünk. Ali kada je hladna voda, onda se ohladimo. Minél többször megismétlem, što više puta ponavljam ovaj postupak, onda jobban fogom a hideget elviselni. To ću bolje moći podnositi hladnoću. Meleg, hideg. Topla, hladna. És mindig hideggel fejezem be a kezelést. I uvek sa hladnom vodom završavam ovu terapiju. Tehát nagyon jó gyógymód a gyógyulásra. Jako je dobar način za uzdravljenje. Köszönöm, ha megvolt a hideg. Znači, završena je hladna voda. Sad... Ha megvolt a hideg, meg lehet törölni, és akkor utána vissza lehet menni. Znači, kada se završi ovo vreme, možete slobodno obrisati onda noge. Znači, i dinu ćemo, znači, osloboditi. Ali što duže da bude na njoj. Sad Dina može da pokaže koliko je topla ova maramica. Kada je završena ova terapija, obavezno odmorimo. Isten adott nekünk természetes gyógymódokat. Bog nem egy dao prirodne terapije. Nagyon hatékonyak. Koje su jako efikasne. Helyreállítják az embernek az egészségét. Vraćaju nam naše zdravlje. Figyeljük oda, hogy használjuk jó gyógymódokat. Trudimo se da koristimo ove metode. Jó étrend. Znači da koristimo zdravu hranu. Igyunk sok vizet. Da pijemo puno vode. Sokat mozogjunk szabadban. Da se krećemo u prirodi. Legyünk mérgezettek. Da budemo umereni. Pijenjunk eleget. Da se odmaramo dovoljno. Hitő bizalmunk Istenben. I da imamo veru u Boga. Köszönöm a figyelmet. Hvala na pažnji.